Ebben a videóban egy olyan dologról lesz szó, ami körül óriási félreértés van, mint ahogy általában minden körül a világon, különösen, hogyha az írásról van szó. A legtöbben úgy gondolják, hogy az úgynevezett újszövetség az a hitről szól, az úgynevezett ószövetség pedig magáról a törvényről. Ezután a videó után azonban mindenki számára nyilvánvalóvá kell válnia annak, hogy Jahua útja mindig is a hitről szólt. Aki a hit definícióját keresi az írások szerint, annak mindenképpen Abri vagy Avri zsidókhoz 11-es fejezetben kell kezdeni a kutatást. A levél szerzője így ír. A hit pedig a remélet dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Gyakorlatilag megadja a hit definícióját, és a következő sorban mindenki számára, akinek van füle, akinek van szeme, és akinek van értelme ehhez, nyilvánvalóvá teszi, hogy a kezdet kezdetétől a hit volt az, ami bizonyságot nyert az ember számára. Nézzük meg, hogy mit is ír. A hit pedig a remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés, mert ezzel szereztek bizonyságot a régebbiek. Ahogy mondtam, hogyha az ember tüzetesen olvassa az írást, és odafigyel arra, amit olvas, akkor az mindig meg fogja neki mutatni az igazságot. És ez így van most is. Hogy lehet azt állítani, hogy a Brit Hadasá, vagy a Megújult Szövetség az, ami a hitről szól, mikor itt egyértelműen azt írja, hogy már a régiek is ez által szereztek bizonyságot? Akkor mindazok, akik azt mondogatják, hogy itt már a hitről van szó, és ez spirituális, az meg a törvényről szólt, nem értik az egész lényegét a dolognak. De haladjunk tovább. Hit által értjük meg, hogy a világ Elohim beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Azaz nem voltunk ott, csak elhisszük, hogy úgy volt, hiszen ez van leírva, és mi ebben hiszünk. Ezután pedig felsorol számos példát arra, hogy már a Tanák idején, az úgynevezett Ószövetség idején is az emberek hit által éltek. Ezért említi meg azt, hogy hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Elohimnek, hit által vitetett fel Hanok vagy Énok, hogy ne lásson halált, hit által tisztelte Elohimet Noé, hit által engedelmeskedett Ábrahám, hit által nyert erőt Sára, az ő méhében való fogannásra, hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, hit által áldá meg a jövendőkre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut, hit által áldá meg a haldokló Jákob a József vagy Jahuszef fiainak mindenikét, hit által emlékezett meg élete végén József vagy Jahuszef az Izrael vagy Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő tetemeiről rendelkezett. Hit által rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, hit által tiltakozott Mosé vagy Mózes, midőn felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják, inkább választván az Elohim népével való együtt nyomorgást. Hit által hagyta el Egyiptomot, hit által rendelte a páskát és a vérnek kiontását, hit által keltek át a veres tengeren, hit által omlottak le Jerikónak kőfalai, hit által nem veszett el Ráháb, és ezen a ponton a szerző is úgy gondolja, hogy valószínűleg mindenki más. Mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Daudról, Smuelről és a prófétákról, akik hit által országokat győztek le, igazságot cselekedtek, ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték. Ugye, mint Daniel. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy a hit
az Jézus Krisztussal jött el. Mikor látjuk, hogy folyamatosan erről volt szó, sőt, arról sincs szó, hogy ezt nem lehetett csinálni, vagy nem voltak olyan emberek, akikkel a ruach hakodás volt, vagy nem voltak olyan emberek, akik úgy tudtak élni, hogy ezt nem lehetett csinálni, mikor látjuk, hogy kifogyna az időből, hogyha felsorolná nekünk, hogy hányan voltak, akkor hogyan lehet azt mondani, hogy a Tanákban a hit nem volt jelen, vagy a ruach nem volt jelen? És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Melyik ígéretet? Azt az ígéretet, amelyet Beresít 1 Mózes 12-es fejezetben olvashatunk, és mondta Jahua Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. Nagy nemzetté teszlek, megáldalak téged, felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. Ugye ez négy ígéret eddig. Nagy nemzet, megáldalak, felmagasztalom a te neved, és áldás leszel. Kinek lesz áldás, mindjárt meglátjuk, és megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azokat, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ez az az ígéret, amiről a zsidókhoz írója beszél. Hogy ezek az emberek, akik folyamatosan éltek a történelem során, nem jutottak el addig az ígéretig, ami Jahusa HaMásiák volt, aki meghalt mindenki bűnéért, és lehetővé teszi az ember számára azt, hogy visszakerüljön az atya jelenlétébe. Ezek az emberek a hitük által voltak képesek úgy élni, bízva abban, hogy Jahua teljesíti azt, amit elárult nekik. Ezzel kapcsolatban viszont nem láthatták a saját szemükkel, hiszen évezredekkel később jött el. Még egy dologra felhívnám a figyelmet, az pedig ez. Eredj ki a te földedből, azaz hagyd el az otthonodat, Eretz, a föld, a te rokonságod közül, ez maledet, ez a rokonság, születés, megszületés, hagyd el az atyádnak házát, egy új földre, amelyet én mutatok neked. A feltétele ugyanaz volt, ami számunkra a feltétel. Többek között onnan tudjuk, hogy Jahusa HaMásiák elmondja ugyanezt Matthiahu 19-es fejezetben, Máté 19, amikor is Péternek válaszol. Ezt kérdezi Péter. Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged, mink lesz hát nekünk? Így felel. Bizony mondom nektek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek a Jisrael 12 nemzetségét. Mi ennek a feltétele? Aki elhagyta házait, fitestvéreit, nőtestvéreit, atyát, anyját, feleségét, gyermekeit, szántóföldjeit az én nevemért, mind a száz annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Sőt, sok elsők pedig lesznek utolsók, és utolsók elsők. Úgyhogy azok, akik próbálják a két idézőjelbe tett részét, vagy elemét a könyvnek szembeállítani, azok nem értik, hogy mi az üzenete ennek a könyvnek. De térjünk vissza egy pillanatra a zsidókhoz, 11-es fejezethez, és nézzük meg még egyszer, hogy mi is a hit. A hit pedig remélet dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek bizonyságot a régebbiek, és hit nélkül pedig lehetetlen Elohimnek tetszeni, mert aki Elohim elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, kicsodákat, akik őt keresik. Minél többet olvassa az ember ezt a könyvet, annál több feltétellel találja magát szemben. Persze elkezdheti úgy, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, és mindent lehet, azonban onnantól kezdve az embernek kutatnia kell, és ahogyan kutat, egyre többet meg fog tudni az atya útjáról, erősödik a hite, megismeri az igazságot, és így elkezdi járni az utat, s majd ennek az útnak a legvégén derül ki az, hogy valójában mire volt elég az, amit tett, hiszen mindenkit megítél a cselekedetei szerint. Akkor emlékezzünk vissza az ígéretre,
azokra az emberekre, akiket itt felsorolt, arra, hogy mi is a hit, mi is a feladat, és ennek tükrében olvassuk el még egyszer az utolsó két verszakot. És mindezek, noha hit által jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Azaz, elfogadta őket, hiszen a hitük által a cselekedeteik olyanok lettek, hogy jó bizonyságot nyertek. Nem azért, mert ültek karbatett kézzel, hanem azért, mert a hit által jó bizonyságot tudtak nyerni, hiszen a tetteikkel ezt igazolták. De nem kapták meg az ígéretet. Mi volt az ígéret? Az, hogy megkapják a földet, hogy áldás lesznek, hogy őket megáldja, és benne áldatik meg az összes nemzetsége a földnek. Mivel Elohim mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Azaz Yahusha HaMashiach a szó, aki eljött, áldozatot vállalt, megmutatta az utat, ő volt az a jobb, akiről beszél. Ő volt az, aki tökéletességre juttatja az emberiséget. És ez az, ami kiderül, hogyha mondjuk megnézzük a Káldi verziót, és mindezeken, akiket hitük tanúságtétele igazolt, ezek az emberek, akiket felsorolt, nem teljesült be az ígéret, mert számunkra Elohim valami jobbat rendelt, s ők nélkülünk nem juthattak el a tökéletességre. Ez a katolikus verzió, a Szent István Társulat, bár ezek a hitükről mind bizonyságot kaptak, mégsem nyerték el az ígéretet, hiszen nem élhettek azon a földön, nem jött el az, akiben minden népek megáldatnak, és az ígéreteket nem kapták meg, mert Elohim nekünk valami jobbat tervezett, nélkülünk nem juthatnak hát el az üdvösségre, hiszen szükség van egy közbenjáróra, aki Yahusha HaMashiach. Ő az, akiben minden egyesül, aki hisz, és így együtt jut el mindenki a királyságba, és mindenki együtt fogja megkapni az ígéretet. Azok is, akik meghaltak előtte, és azok is, akik utána. Most, hogy értjük, hogy miről is szól a hit, és mi volt az ígéret, nézzük meg magát a kifejezést, hit. Akik követik az eseményeket itt, azok már biztos hallották számtalanszor pisztész, a kifejezés hit annyit tesz bizalom, meggyőződés, bizonyosság vagy bizonyíték. Hit, hűség, megbízhatóság, hitelesség, hitel, ígéret, biztosíték, kezesség, szerződés. Szóval a hit szó maga, amit itt használnak, az nem csak a hitet jelenti, ami a mi nyelvünkön hit, hanem ugyanúgy a hűséget is, illetve egy ígéretet, vagy egy biztosítékot, vagy kezességet, vagy egy szerződést úgy, mint a szövetség, illetve a Brit Hadasa, a megújult szövetség. Most már értjük, hogy miért ennyire fontos a hit, és miért szentelt egy külön fejezetet annak, hogy elmagyarázza, hogy mi is a hit. A hit nem az, hogy én ülök otthon, és mondogatom, hogy én hiszek, ugyanis láthattuk azt, hogy mindenki, akit felsorolt, a cselekedeteivel bizonyította azt, hogy ő hisz. Sőt, azt is látjuk, hogy már akkor is a hit által nyert az ember jó tanúbizonyságot. Hiszen meg kellett bíznia, vagy el kellett hinnie azt, amit Elohim mond az embernek. Meg kellett bíznia benne, bizonyosságot kellett nyernie, és bizonyítékot kellett szolgáltatnia arra, hogy ő hisz valójában. Aztán egész életében ki kellett tartania, hogy megmutassa, hogy ő hűséges, és azután nyerte el az ígéretet, ami a szerződés értelmében megillette az embert. Hogyan tehetünk szert hitre? Az Saul a Rómaiakhoz írt levelének 10. fejezetében elmondja számunkra. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által. Elohim igéje nem az új szövetség. Az új szövetség egy bizonyság tétel arról, hogy Elohim igéje igaz. Elohim igéje a Tanák,
a próféták, a zsoltárok, illetve a Tora. Sajnálatos, hogy a legtöbben nem értik, de ekkor nem állt rendelkezésre az úgynevezett új szövetség, vagy a brit hadaság, vagy a megújult szövetség. Nem létezett, így nem beszélhet erről Saul. Csak és kizárólag arról beszélhet, amit ma az emberek ószövetségnek hívnak. Az volt Elohim igéje, és a hit annak a hallásából van. Aki azt nem olvassa, annak nem igazi a hite, tetszik vagy sem. Nem azért, mert ez az én véleményem, hanem azért, mert ez az, ami ide le van írva. Ezt mondja Saul, ezért mindenkinek ezt el kell fogadnia, hogyha Elohim igéjéről beszél, és nem létezett akkor egy fizikális új szövetség, akkor nem beszélhet arról. Ezek után nézzük meg azt, hogy mit ír az igazságról, és hogy hogyan igazolhat meg az ember. A hatos versben ezt írja. A hitből való igazság pedig így szól. Ne mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azaz, hogy a másiákat aláhozza. Avagy kicsoda száll le a mélységbe, azaz, hogy a másiákat a halálból felhozza. De mit mond a hitből való igazság, ami szól? A hitből való igazság így szól, de mit mond? Azt mondja, hogy közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Értse meg mindenki, hogy mi az, amiről beszél. A hitből való igazság ezt mondja. Azaz, aki a hitből szeretne megigazulni, annak ezt mondja a hitből való igazság. Ne mondd a te szívedben, hogy kicsoda megy föl a mennybe, kicsoda száll le a mélységbe. Közel van hozzád a beszéd, a szádban, a szívedben, a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Ezek szerint ők a hit beszédét hirdetik, ami közel van az emberhez, olyannyira közel, hogy az ember szájában és az ember szívében van, és ők ezt hirdetik. Akkor ezek szerint ez mindig is így volt, hiszen ez az idézet, Debarim, 5 Mózes 30-as fejezetből való, mert e parancsolat, amelyet én mai napon parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Nem a mennyben van, hogy azt mondanád, kicsoda hág felértünk a mennybe, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Sem a tengeren túl nincsen az, hogy azt mondanád, kicsoda megy átértünk a tengeren, hogy elhozza azt nekünk, és hallassa azt velünk, hogy teljesítsük azt. Hanem hol van? Felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Akkor mi másról beszélhetne itt, Saul, mint ugyanarról, amiről ott is beszélt? Ugyanaz a helyzet, a hitből való igazság ezt mondja. Ugyanazt mondta a hitből való igazság itt is. Láttuk, hogy mi a hit, hogy éltek azok az emberek, akik valójában hittek, attól függetlenül még úgy kellett élniük, hogy azt bizonyítsák. Itt van az, amikor megmondja nekik, hogy hogyan kell úgy élni, hogy bizonyítsák a hitüket. Onnan tudjuk, hogy ez az a módja, onnan, hogy ide van írva. Lám, előtt beadtam ma neked az életet és a jót, a halált és a gonoszt. És ő nem változik meg. Ez így volt akkor, ezért írja le nekik Saul. Ekkor sem értették, akkor se értették, most se értik. Akkor ennek a tükrében nézzük meg azt, hogy mit is mondhat az, hogy mert a törvény vége másiák minden hívő igazságára. Kezdjük el a hívővel, és ez egyszerű lesz. Pisteo, ez ugyanabból a pisztész szóból származik, megbízik valakiben, hisz valakinek, hisz valamiben, rábíz valakire valamit. Pisztész szóból, ez a kifejezése vége, ez pedig telos, ami annyit tesz, hogy a törvény megvalósulása, beteljesedése, eredménye, célja, határa. Szóval bármelyik ezek közül a szavak közül állhatna itt, mert a törvény célja a másiák minden hívő igazságára. A törvény eredménye a másiák. Miért nem azok a szavak állnak itt? Azért, mert így egyszerűbb
a fordítóknak a saját céljukat és a saját nézeteiket érvényesíteni. A törvénynek nincs vége a másiákkal, a törvénynek soha nincs vége. A törvény örök és megváltoztathatatlan. De nézzük meg azt, hogy mire is mondja ezt, hogy a törvény célja, vagy a törvény beteljesedése a másiák minden hívő igazságára. Így kezdődik rómaiakhoz. Atyám fiai, szívem szerint kívánom, és Elohimtől könyörgöm, Izrael üdvösségéért. Az a szó sincs a pogányokról egyelőre. Izraelről beszél. Ugyan azokról, a zsidókról, idézőjelbe, a farizeusokról, meg az összes többi tévelygőről, akik őt üldözték, a másiákat üldözték, az apostolokat üldözték, mindenkit üldöztek. Nézzük, mi az, amit mond. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Elohim iránt való buzgóság van bennük, de nem a megismerés szerint. Mert Elohim igazságát nem ismervén, az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, Elohim igazságának nem engedelmeskedtek. Ezek szerint engedelmeskedni kell Elohim igazságának. Nem csak mondogatni, vagy hinni, vagy gondolkodni róla, hanem engedelmeskedni kell cselekedetekkel úgy, ahogyan azt bizonyították az emberek az írások során, a történetekben, amiket felsorolt a zsidókhoz 11-es fejezetben. Galatákhoz első fejezetben, a 14-es versben Saul is megjegyzi, hogy ő ugyanebbe a hibába esett. Felülmúltam zsidóságban, nemzetbeli sok kortársamat szer felett rajongván, atyai hagyományaimért. A Tora az nem atyai hagyomány. Ő a farizeusok saját törvényeiről és tradícióiról beszélt. Ugyanúgy, ahogy a másiák is erről beszélt. Ez volt a problémájuk mindvégig. Ez Máté Jehu 15-ös fejezet, amikor is így szólnak a farizeusok és az írástudók. Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg kezeiket, mikor enni akarnak. A vének rendeléseiről van szó, nem Jahua rendeléseiről. Ő így felel, ti meg miért hágjátok át Elohim parancsolatát a ti rendeléseitek által. Márk 7-es fejezetben valamivel többet megtudunk erről a történetről. Azután megkérdék őt a farizeusok és az írástudók. Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret? Ez az emberek tradíciója volt. Ő így felel. Igazán jövendőlt felőletek, képmutatók felől, Jesajáhu vagy Ézsaiás próféta, amint megvan írva ez a nép, ajkaival tisztel engem, szívük pedig távol van tőlem, ugyanúgy, ahogy ma. Sőt, a nagyobb probléma az, hogy hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mert Elohim parancsolatát elhagyva, az emberek rendelését tartjátok meg, korsunknak, poharaknak mosását, karácsony, húsvét, bármit lehet enni, vasárnap, akármit lehet viselni, teljesen mindegy, kegyelem alatt vagyunk, és sok egyéb eféléket is cselekeztek. Elohim parancsolatát félreteszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Az ünnep nem fontos, a sabát nem fontos, a név nem fontos, bármit lehet tenni, hiszen kegyelem alatt vagyunk, a törvény pedig egy átok. Jesajáhu a 29-es fejezetben, a 13-as versben írta, mivel e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat, mint a vasárnap, a karácsony, a bármit lehet enni, a nem számít az ünnepek, az, hogy nem számít semmi. Ezért én is csodásan cselekszem ismét a néppel, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsessége elvész, értelmeseinek értelme eltűnik. Ugyanúgy, ahogy ma. Azok, akik magyarázzák az írást, akik tanulják, akiknek az emberek hisznek, fogalmuk sincs arról, hogy mi az üzenet. Miért? Azért, mert a szíve távol van tőlem. Ezt mondja. Ez a probléma. Az ember szíve nem az igazságot keresi, hanem azt az igazságot, ami engedi, hogy az életmódját tovább folytassa. Szóval az ő szívük távol áll tőle, ezért őket elutasította,
Nézzük meg, hogy mi az, amit írt Dabarim 30-as fejezetben. Sőt, felette közel van hozzád ez ige, a te szádban és a szívedben van, hogy teljesítsed azt. Ez szóljad, ez legyen a szívedben, és ez cseleked. Szóval most már értjük, hogy a rómaiakhoz 10-es fejezetben miért mondta azt, hogy közel hozzád a beszéd, szádban, szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Szóval mi a teendő? Most már értjük, hogy mi a beszéd, minek kellene a szívünkben lenni, és akkor hogyan élne az ember, hogyha ez így lenne? Hogyan él az az ember, aki ezt mondja, és akinek a szívében ez van? Milyen cselekedetek kísérik? Ezért néztük meg azt, hogy kik azok, akiket példának felhoz. Ezek után érthető, hogy mi a hit beszéde? A hit beszéde az a Tora. Aki hisz, az aszerint fog élni, és az fog megtartatni. Senki más. Ez nem volt másképp akkor, nem volt másképp Saul idejében, és nincs másképp most. És így kellene értelmezni azt, hogy mert ha te száddal vallást teszel Adonai Jahusáról, és szívedben hiszed, hogy Elohim feltámasztotta őt a halálból, megtartató. Miért? Mert szívvel hiszünk az igazságra, mi az igazság, a te igéd igazság, Jehukanon János 17.17, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Jehukanon 17.17, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Akkor ha az ő igéje az igazság, akkor itt arról beszél, hogy szívvel hiszünk az igére. Mi az, hogy hiszünk? Pisteó, pisztész, bízni valamiben, hinni valamiben. Hogyha megnézzük, hogy honnan ered, elhinni az ígéretet. Ez a biztosíték. Az, hogy megbízik az ember, hogy meg van győződve arról. Az bizonyosságot kapod, hogy bizonyítékot arra, hogy Jahua megtartja az ő szavát. Mi az ő szava? Láttuk, hogy mi az ígéret, láttuk, hogy mik a feltételek. Az, aki szívvel hisz az igazságra, az úgy fog élni, hiszen nem élhet másként. Aki nem úgy él, az nem hisz igazán, ahogy láttuk, Ézsaiás 29-es fejezetben, hogy csak a szájával mondja. Mondhatja az ember az üdvösségre a szájával a vallást, ha a szívében nem az igazság van. Az nem fog működni. És aki azt gondolja, hogy ez egy megújult szövetségbeli találmány, hogy kimondja az ember, hogy én hiszek, azt onnantól kezdve vége van az egésznek, az elmulasztotta azt a tényt, hogy rómaiakhoz folyamatosan a tanákból idéz. Gyakorlatilag részenként idézi fel a tanákot, és magyarázza el azoknak az embereknek, akiknek a levelet írja, hiszen azok az emberek ezt olvassák. Azok az emberek nem Márk, Máté, Lukács, János, vagy a jelenések könyvét olvassák, vagy a Károli verziót olvassák. Azok az embereknek az írások azt jelentette, amit Tanák, a Tora, a Ketuvim és a Neviim. A proféták, a zsoltárok, a példabeszédek, illetve maga a Tora. Ezért idéz abból. Hogy lehet nem látni, hogy idéz abból, és elmagyarázza nekik, hogy az mit jelent? Nem egy új dolgot hoz nekik, hanem a régit próbálja nekik elmagyarázni. Ha akkor volt törvény, akkor minek magyarázna mást, akkor minek idéz abból? Mikor azt mondja, hogy szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre, mert azt mondja az írás. Nem? Akkor nem egyértelmű, hogy ez így volt régen, és ha azt mondja, hogy ez az, amit mond, hogy valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül. Ezt a mondatot, hogy valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül, magyarázza el itt előtte, hogy ez mit jelent. Ezért így szól Jahu Elohim, ímé Sionban egy követ tettem le, Jahusá Hamásiák, egy próba követ, drága szeglet követ, erős alappal, aki hisz, az nem fut, aki benne hisz, az, aki üdvözül. A rendszer nem változik meg, csak megpróbál a hithez eljutni egy másik úton, hiszen az emberek nem voltak hajlandók sem a szívüket, sem a fülüket körülmetélni. Azután ezt mondja, mert minden, vagyis mindenki, aki segítségül hívja Jahua nevét, megtartatik. Ez szintén egy idézet. Elmagyarázza nekik, hogy az, amit Joel könyvében olvastak, mikor az elmondja nekik, hogy mi lesz az utolsó időkben,
Fújjátok a kürtöt Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg e föld minden lakói, mert eljöjj Jahuának napja, mert közel van az. Úgy fejezi be, hogy ekkor kiönti a lelkét minden testre, ezt jól ismeri mindenki, nem csak az Izraelre, az szolgára, szolgáló lányra, csodajelek, nap sötétségé válik, hold vérré, minek előtte eljő Jahuának nagy és rettenetes napja. Ez az, amiről beszél. Így fejezi be, de mindaz, aki Jahuának nevét segítségül hívja, megmenekül, mert Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amint megígérte Jahua, és megszabadultak közt lesznek azok, akiket elhí Jahua. Akkor kinek a nevét kell segítségül hívni? Hogyha egyszer az van, hogy Jahua nevét segítségül hívja, ott ugyanezt mondja. Mert minden, aki segítségül hívja Jahua nevét, megtartatik. Ez a szó, ami itt úrként szerepel. Csak meg akarom mutatni azt, hogy mi okozza a káoszt a világban. Ez a szó kyrios görögül annyit tesz, hogy uralkodó, hatalommal rendelkező, valamire jogosult. Legtöbb legnagyobb uralkodó császár, tulajdonos gazda, vagy Isten, vagy Jézus. Akkor melyik? Mert egyébként nem mindegy, hogy melyik. Vagy igen? Hogyha Isten, a Szent Háromság, akkor melyik a háromból, és akkor Jézus, meg Isten az ugyanaz, teljesen mindegy, hogy melyiket használjuk. Oké, ez a szó, Kyrios, ez G2962, ugye Greek vagy görög 2962, ez egy Strong's angol nyelvű szótár, alapvetően ezért a Greek, mint görög, és ez a megnevezése. De nézzük meg, hogyha megkeressük a szótárban, a görög-héber szótárban, akkor mit találunk? Ez a szó, a G2962 így fordul elő a Tanákban. Adon, Adonai, Adonai Jehovi, El Elohim Eloa Baal, Kvir Jehova, vagy Jehua, Mare, Mashal, Cur, Shaddai, Shalat, Shalit. Azaz, ez a 15 szó, ez mind Kyrios, vagyis Adonai az Ószövetségben, hogyha valaki megnézi a Septuagintát, akkor megtalálja. Ők egyszerűen csak ez alá, az egy szó alá bevették ezt az össze. Yahusha annyit tesz, hogy Yahu, vagy Yah, megment. Ezért mondja azt, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr Yahua nevét, az megtartatik, mert Yah megment. Ezt jelenti Jahusa, az ő fia eljött, hogy megmentse az ő népét, és mindazt, aki jár ezen az úton. Oké, akkor nekem csak mondogatnom kell, hogy segítsen, és én jó vagyok. Akkor miért írja azt, hogy mi módon hívják segítségül, akiben nem hisznek? Hisznek, pisteuo, a pisztészből ugyanez a hit, akiben nem bízik, bizonyosságot tesz, akiben nem nincs meggyőződve. Mi módon hisz? Abban, aki felől nem hallottak. Mi módon hallanának pedig egy prédikáló nélkül? Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen megvan írva, mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Ézsaiás, Jesiahu 52.5, ezért hadd ismerje meg népem az én nevemet, melyiket, amit majd segítségül kell hívnia. Ezért a ma napon, amikor majd Jahusa Hamásiák megismerteti az ő nevét. Hogy én vagyok, aki mondom, ímé itt vagyok. Mi szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, aki ezt mondja Sionnak, uralkodik a te hatalmasságot. Megismeri a népe az ő nevét. Mindenki, aki Ábrahám gyermeke, az az ő népe. Ki Ábrahám gyermeke? Aki hisz, az úgy él. És az megismeri az ő nevét. Nem csak az ő nevét, hanem az ő hatalmát, mint nevét. Hiszen a név az a megnevezés, elnevezés, vagy valakinek a hírneve. Egy emlék, egy emlékeztető, vagy egy műemlék, emléktárgy. Valakinek a jó híre, az emlékezete, a hírneve. Szóval azt mondja, hogy mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Hogyha ezt a Tanákban mondta,
Akkor miért nem mondta nekik azt, hogy akkor mi az, hogy ott még kellett nekik a törvény, itt meg már nem kell, mikor ez az egész, amit eddig olvastunk, abból lett átemelve ide szó szerint. Ézsaiás, Joel, a Tora, a Berasít, Debarim, ezek mind-mind onnan érkeztek ezek az idézetek. Ha valaki nem olvassa azt, nem értheti meg ezt. Hiába olvasom ezt reggelig, ha nem látom az összefüggéseket, amit csak akkor lehet meglátni, ha az ember ismeri az egész könyvet. Gyakorlatilag arról beszél, hogy nem tudja az ember segítségül hívni azt, akiben nem hisz. Ahhoz, hogy higgyen az ember, hallania kell róla. Ahhoz, hogy halljon róla, ahhoz kell valaki, aki elmagyarázza. Caruso, egy hírnök, aki tisztet visel. Aki kihirdet vagy összehív, aki által kihirdettetett valakit. Hírül ad, elrendel, parancsol, segítségül hív, igét hirdet vagy prédikál. Kell valaki, aki ezt elmagyarázza, de nem elég bárki, aki elmagyarázza, valaki olyan kell, akit ő küld. Azért, hogy ezt magyarázza el az embernek. Mert szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. Azok, akik elmagyarázzák az embereknek, hogy mi az igazi üzenete, hogy hogyan lehet hinni, hogyan kell élni, mi Jahova útja. De azt mondja, nem mindenek vagy mindenki engedelmeskedtek az evangéliumnak, vagy a jó hírnek. Mi ez ugye a besorá? A jó hír, az örömhír, a győzelmi hír, győztes hadvezér érkezésének híre, ezért járó jutalom, ugye maga a jó hír besorá. Ó, hát persze ez ugye a jó hír, ami Jézus Krisztussal jött el. Nem lehet azt, hiszen azt mondja, már Jesiahu Ézsaiás azt mondja, hogy Jahu a kicsoda hit a mi beszédünknek, már akkor sem hittek nekik. Mi volt a jó hír? Térj meg, kövesd az instrukciókat, és akkor megmenekülsz. Megcsinálták? De hogy csinálták? Egyetlen egyszer sem csinálták meg. A kezdetétől nem csinálták meg. Már akkor, mikor Mosé vagy Mózes felment a hegyre, már akkor az aranybornyú körül ugráltak. Utána folyamatosan végig. Be se jutott senki azok közül, csak Kéleb meg Jahusá vagy Józsué az ígéret földjére. Azután folyamatosan háborúba álltak. Elküldette őket Asszíriába, utána Babilonba, utána a rómaiak jöttek és lerombolták Jeruzsálemet. Soha senki nem hitt a beszédnek. Akkor ezek szerint ez az evangélium, ez a jó hír, amiről itt beszél, már korábban is hirdettetett. És már akkor sem hittek, piszteó, azaz nem bíztak benne, nem voltak meggyőződve, nem hittek neki. Ez nem egy új dolog. Ez nem Jézussal jött el, aki eltörölte a törvényt, hogy aztán úgy éljünk, mint az állatok. Ez így volt a kezdet kezdetétől fogva. Az, hogy itt evangéliumnak nevezik, attól még ez jó hír, vagy besorá, vagy beszorá. Ezt mondja Jesiahu 53-as fejezet, ki hitt a mi tanításunknak, és Jahu a karja kinek jelentetett meg? Ezután leírja a másiákról szóló tanúbizonyságot, amit, hogyha megnézzünk, hogy mi az, ami Jahusa a másiák átesett, akkor be tudjuk azonosítani, hogy ez ő, akiről itt beszélt. Ezek szerint már itt is a hit volt a probléma, hogy az emberek nem hittek, nem csak ennek, amit itt leír, semmi másnak, amit elmondott, hiszen nem mutatták a hitet az ő cselekedeteikkel, mert nem volt a szívükben az, amit ő mondott. Az ő szava nem volt a szívükben, így nem úgy éltek, tehát nem hittek. Szóval, amikor azt mondja, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Elohim igéje által, akkor ezekről a dolgokról beszél, amit ő megmond, azt az embernek el kell hinnie, és aztán a cselekedeteivel bizonyítani, hogy ő azt elhiszi, és így lesz ő Ábrahám gyermeke, és ezáltal Jahua a teremtő gyermeke. Ez az egész, amiről beszél, mikor azt mondja, hogy nem mindenek engedelmeskedtek a jó hírnek, mindenki hallotta ezt, ide van írva, avagy nem hallották-e? Sőt, inkább az egész földre elhatott az ő hangjuk, a lakóföld véghatáráig az ő beszédük. Ennek ellenére nem tették meg. És mégsem hisznek az emberek. Természetesen Saul itt Izraelhez beszél, ezért mondja azt, hogy már Mósé is megírta.
ez az egész, ami történik, amiről ő beszél, magyarázza ezeknek az embereknek folyamatosan versről versre a Tanák történeteit, hogy megértsék, hogy mi az, amiről szó van. Mikor azt mondja nekik, hogy Mósé írta, hogy én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket, ez a nem nép, ez a pogányság, a világ. Azért, mert nem voltak hajlandó, Izrael nem volt hajlandó követni az utasításait. Ezután Jesiahu Ézsaiás azt írja, megtaláltak azok, akik engem nem keresnek, nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek. A pogányok, a népek megértették az üzenetet. Ezután ezt mondja Izraelről, egész napon kiterjesztettem kezeimet engedetlenkedő és ellentmondó néphez, annak ellenére, hogy ő próbálta segíteni őket, mégsem hittek. Ugyanaz a probléma mindenkivel ma, mint ami akkor volt velük. Hiába mutatja, hiába írta le, magyarázza, elküldte a fiát, az összes prófétát, le van írva minden, ennek ellenére az emberek még mindig nem értik, és ezért nem hisznek. Nem hisznek úgy, amit ő el fog fogadni. Nézzük meg befejezésül Avri zsidókhoz 4-es fejezetet. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, azaz még nem vagyunk benne, mindazok, akik azt mondják, hogy ó, már minden nap sabát, mert mi már bementünk az ő nyugodalmába. Még nem mentünk be. Azt mondja, hogy megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete. Ha valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne találtassék, azaz ennek megvannak a feltételei. Ebből még ki lehet kerülni akkor, hogyha valaki nem úgy él. Mert nekünk is hirdettetett a jó hír, vagy a besorá, vagy az evangélium, miképpen azoknak. Kik azok, akiknek még hirdettetett? Ki az, akikről beszél? Hogyha megvan az ígérete, nem jöhetett el még maga a nyugodalom, hiszen akik előttünk éltek a történelem során, a másiák előtt, azok még nem tudnak bemenni, hiszen még ők halottak. El kell, hogy jöjjön egy időszak, amikor mindenki megítéltetik, hogy érdemese abba a nyugodalomba bemenni. Mi ez a nyugodalom? Ez maga a királyság, az 1000 év Jehusá Hamásiák uralkodása alatt. Ez a nyugodalom, ebbe megy be mindenki, aki a történelem során a hitével igazolta azt. Akikhez nem jött még el az ígéret, amiről olvastunk. Aki hitt, az úgy él, ez az ígéret, és ebbe be fog tudni menni majd, de még mivel nem vagyunk ott, ezért nem mondhatjuk azt, hogy már minden nap sabát, meg akármit csinálhatunk, mert még ez csak egy ígéret mindig. Az, aki megméretik a mérlegen, és hiány találtatik, az nem fog bemenni. Sőt, ez az evangélium, ez a jó hír, ez a beszorá, ez nem csak nekünk hirdettetett, hanem azoknak is. Kik azok? Kik lehetnek azok? De nem használt nekik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel. Akkor ezek szerint pisztész, hit, bizalom, meggyőződés, hit, hűség, megbízhatóság, ígéret, biztosíték, kezesség, szerződés. Mindig is kulcsfontosságú volt. Akik hallották, nem párosították hittel azt. Hát ha ez Jahusa Hamásiákkal jött el, maga az evangélium, a beszorá, a jó hír, akkor ki az, akiről beszél, akik nem párosították hittel, akik nem tudtak bemenni abba a nyugodalomba? Nézzük meg! Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor. Ugyanezekhez, akiknek itt beszél, hogy a fogyatkozásban levőnek ne találtassatok, mert megvan még az ígéret, hogy akiknek mondja, hogy a hallott beszédet nem párosították hittel, ugyanazoknak mondja azt is. Mert kik keseredtek el, mikor ezt hallák? Nem, de mindazok, akik kijövének Micraimból, Mosé által? Azaz, az evangélium, a jó hír azoknak is hirdettetett. Akkor mi lehetett a jó hír?
Láttuk az elején, hogy Debarim vagy 5 Mózes 30-as fejezetben elmondta, az, ami közel van hozzád a szádban, a szívedben, hogy cselekedjed azt. Ez a jó hír, az ő instrukciói, a torája, az ő útmutatása a jó hír. És az, hogy ha az ember hittel párosítja azt, akkor eljuthat az ígéret földjére. Nem elég cselekedni, ezt is megnéztük már, nem elég csak gondolni róla, vagy beszélni, hanem az ember szívében kell, hogy legyen. Azonban ezek az emberek hiába hallották, elkeseredtek. Kikre haragudott vala, pedig meg 40 esztendeig? Ezekre az emberekre haragudott meg. Avagy nem azokra, akik vétkeztek, akiknek testei elhullottak a pusztában? Azok, akik nem jutottak be, a kettőn kívül senki, csak a gyermekeik. Kiknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek. Az, amit Kánaán, az ígéret földje számukra lett volna egy földi reprezentációja annak a királyságnak, ahova mindenki, aki úgy élt, bejuthat, akkor, amikor az megkezdődik, mint egy jutalom. Mi volt ezekkel az emberekkel a probléma? Az, hogy megkeményítették a szívüket. És elkeseredtek, mert nem hittek. Mert engedetlenek voltak. Mert vétkeztek. Ezért nem mentek be. Miért? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Aki nem hisz, az gyakorlatilag megkeményíti a szívét, az vétkezik, és engedetlen. Vétkezik, vagy vétek, vagy vétkezés, hamartano, eltéveszt, elhibáz, eltéveszti a célt. A cél a Tora maga. A Tora az a jel, ami biztosítja a vezető kinyilatkoztatását. Ez jelenti a Tora. Ez az a cél, az a jel, amit eltéveszt az, aki bűnt követel. Hibázik, vétkezik, bűnt követel. Ha megpróbáljuk megkeresni a héberben a megfelelőjét ennek a szónak, akkor az a hatá lesz, és a hatá hiányt szenved, téved, téveszt, eltéveszti a célt, elhibáz. Vétkezik, bűnös, vagy pedig eltéveszti a célt, elhibázza, és ugyanezt mondja a Gesenius is. Szóval megegyezik a görög kifejezés hamartano a héber hatával, ami bűn. Aki bűnt követel, az nem jut be a királyságba, az nem jut be abba a nyugodalomba. Megmondta, avagy nem azokra haragudott meg, akik vétkeztek? Akiknek a testei elhullottak a pusztában? Ezeknek esküdött pedig meg, hogy nem mennek be az ő nyugodalmába, hanem ha az engedetleneknek. Azok nem jutnak be, akik vétkeznek, engedetlenek, mert nem párosították hittel a jó hírt. Mellesleg az a szó, hogy engedetlen, az apeitheo, és annyit tesz, hogy nem hisz, vagy nem engedelmeskedik. Nem teljesíti a kötelezettségét. Milyen kötelezettségét? Azt a kötelezettségét, amit a pisztészben láttunk, a hitben, az ígéret, a szerződés, amit megígértek, hogy teljesíteni fogják. Hogy minden, amit Jahua mond, azt ők meg fogják tartani. Azonban nem így volt, hanem engedetlenkedtek a pusztában. A hitetlenség volt a probléma. A pisztia. Ugye egy fosztóképzés a pisztész kifejezés. Hitetlenség, bizalmatlanság, hűtlenség, engedetlenség. Ezek után nézzük meg zsidókhoz 4-es fejezetet újra. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenete, ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne találtassék. Mert nekünk is hirdettetett a jó hír, mik éppen azoknak, kiknek láthattuk az előbb, de nem használt nekik a hallott beszéd, miért nem? Mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Akkor a hit az a brit hadasában, a megújult szövetségben jött el Jézussal, vagy pedig mindig is az volt a probléma. Mert mi, hívők, pisteó, bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta, amint megesküdtem az én haragomban,
nem fognak bemenni az én nyugodalmamba, jól lehet, munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Nézzük tovább. Ugorjunk a 8-as versre, mert ha őket Jahusa vagy Józsué nyugalomba helyezte volna, nem szólana azok után más napról, akkor ezek szerint még mindig van egy szombatnap. De el is mondja, annak okáért megvan a sabátja Elohim népének. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Elohim is a magáétól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Mi a helyzet? Megvan a sabátja Elohim népének. Ez a sabát egy jel közte és köztünk örökké. Ezikiel 20:20 egyértelművé teszi ezt. Többek között. Az én sabátjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem, és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok Jahua, a ti hatalmasságotok. Miről beszél előtte? A ti atyáitok parancsolataiban ne járjatok, és az ő törvényeiket meg ne tartsátok, és báványaitkal magatokat meg ne fertőztessétek. Nem ezt mondta a Mássiák is, nem erről beszélt Ézsaiás, nem ezt írta a rómaiakhoz levélben, hogy hagyjátok abba azt, amit csinálnak a tradíciókat. Semmiképpen. Mit csináljatok? Én vagyok a ti hatalmasságotok, Jahua. Az én parancsolataimban járjatok, az én törvényeimet tartsátok meg, és azokat cselekedjétek. Nem ezt mondta folyamatosan? Ezután mondja, hogy az én szombatjaimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok Jahova, ti hatalmasságotok. De menjünk egy kicsit följebb Ezékiel 20-as fejezetben, és nézzük meg, hogy kikről beszél. 10-es vers. És kihozzám őket Egyiptom földjéről, és vivém őket a pusztába. Még mindig ugyanazokról az emberekről beszél a pusztában, amikről a zsidókhoz írója beszél. Adám nekik parancsolataimat, törvényeimet, kijelentém nekik, melyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. Minek kellene eltörölni, hogyha ez élet? Hogyha ez az, ami által az embernek élnie kellene? Ezután pártot ütöttek ellene, ugye nem tartották meg. Azonban mi történt? Mit tett? Ugye elpusztította őket, és mit mondott? És mondék a fiaiknak a pusztában. A ti atyáitok parancsolataiban ne járjatok, és a többi, és a többi. Mindenki ugyanarra hívja fel a figyelmet. Elmondta, hogy mi az ő útja, mik az ő rendelkezései, mi az, ami számára gyönyörűség, mi az ő szava, mi az ő igéje. Ezt, ha valaki a szívébe zárja, akkor fogja hittel párosítani, úgy fog cselekedni, és akkor fog eljutni az ő pihenésébe, vagy megnyugvásába. Nem véletlen az, hogy Ezékiel 20-as fejezetben, mikor elmondja, hogy a parancsolataimat, törvényeimet megadám, utána azt mondja, hogy megadám nekik a szombatjaimat is, hogy legyenek jegyül köztem és közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok Jahua, az ő megszentelőjük. A szombatnap az egy jel közte és köztünk. Ez az, ami jelzi azt, hogy ő a mi vezetőnk, hogy ő a pásztor. Ezután még egyszer elmondja nekik, hogy és az én szombatjaimat megfertőztették felette, igen. 16-os versben így szól, mivel hogy törvényeimet megvetették, parancsolataimban nem jártak, és szombatjaimat megfertőztették. Harmadjára mondta el, ezután a 20-asban még egyszer elmondja, és az én szombatjaimat megszenteljétek. Akkor ez nem lehetséges, hogy ezt ő eltörölte, hogy ez már nem fontos, mikor állandóan erre figyelmeztet. Nem is csak a heti sabátra, itt már sabátokról van szó, az ünnepek és az ő szombatnapjai. Bevezette a fiakat a Kánán földjére, ezután pártot ütöttek azok is. Hiába hallották a jó hírt, nem párosították hitte, azok sem, ugyanúgy, ahogy a szüleik, meg azóta a legtöbb ember teszi. Mit csináltak? Parancsolataimban nem jártak, törvényeimet meg nem tartották, hogy azokat cselekedjék, amelyeket az ember, ha cselekszik, él azok által. Mi probléma lehet a törvényen, ha az ember él általa? Sőt, szombatjaimat megfertőztették.
Ötödjére mondjál. 24-es vers, mivel hogy törvényeimet nem cselekedték, parancsolataimat megvetették, és szombatjaimat megfertőztették. Ugyanazok az emberek, akikről a zsidókhoz szerzője írja, hogy nem párosították hittel a jó hírt. Ezek az emberek ezt tették, emiatt nem kerültek be? Akkor hogy gondolhatja ma valaki az, hogy ő be fog kerülni, mikor ugyanazt teszi, amit ezek? Szóval, ha Józsué Jahusan nyugalomba helyezte volna őket, nem szólna azok után más napról. Annak okáért megvan a sabátja Elohim népének, mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott a cselekedeteitől, amiképpen Elohim is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájában ne essék. Abból, hogy megvan a sabátja Elohim népének, hogy jön ki az, hogy minden nap a sabát? Hogy jön ki abból, hogy azt írja, hogy megvan a sabátja Elohim népének, az, hogy már azt nekünk nem kell megtartani, mert minden nap az, meg más iákban ez beteljesedett, meg és a többi, és a többi. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájában ne essék. Azaz igyekezzünk megérteni, hogy mi a jó hír, zárjuk azt a szívünkbe, és mutassuk meg a cselekedeteinkkel, hogy mi valójában hiszünk. És a szombatnap, az ő ünnepei, az étkezés, a beszéd, az öltözködés, a viselkedés, és mindaz, ami a Tanákban le van írva, ezt fogja bizonyítani Jahua számára, sőt, ez lesz az, ami megítél minket az utolsó időkben, mikor ott fog állni mindenki előtte. És utána le is írja, hogy így lesz, mert Elohimnek beszéde, az ő igéje, az ő szava, logosz, szó, beszéd, Elohim szava, az írás, az ige, élő és ható, élesebb minden kétélű fegyvernél, elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőnek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat, és a szívnek indulatait. Ugyanazt ismétli, csak más formában. A szív, a lélek, a gondolatok, megjelenése az ember cselekedetei. Ennek az összefoglalása a hit, amikor az ember azt mondja, hogy hisz, azt a cselekedeteivel alá kell támasztania. Ha az ő beszéde, ami láttuk, hogy az ige, az ő szava, a tanák, az ő instrukciói, az útmutatása, a tora, az olyan, mint egy kétélű fegyver, és megítéli ezeket a dolgokat, akkor mi nem élhetünk másképp, mint ami oda le van írva. Hiszen ha meg fog ítélni, és az alapján ítél meg, akkor teljesen hogy mindegy, hogy mit mondok, vagy mit gondolok, valahogyan be kell bizonyítanom a cselekedeteimmel, ahogyan bebizonyította Ábel, Ábrahám, Jákob, Mózes és az összes többi ember, akit példaként felhoz számunkra. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!